Tisza mellett Tokajjal szemben fekvő Szabolcs falu, a magyarság egyik legrégebbi települése, egykor nagy jelentőséggel bírt. Innen származik a megye elnevezése is. A honfoglaló magyarságot ezen a vidéken nagy erdőségek, erdős cseppék és mocsarak fogadták. Itt létüket a környéken talált gazdag aranyveretes szabjákkal, aranyozott ezüstlemezzel borított talsolyokkal temített férfi és turumardarakkal díszített hajfonatkorongos női sírok bizonyítják. Anonymus fejezése szerint az itt letelepedő Szabolcs vezér földvárat építetett. A földvár két oldala a Tisza akkori magas partján épült, míg a harmadik a leghosszabb oldalon mesterséges folyóágat ástak ki, így az erődítmény szigetként emelkedett ki a környező vizekből. A várba négy kapu vezetett. Móri Zsigmond is ellátogatott ide. Képzeletében így elevenedett meg a vár története. Itt áll a szabolcsi földvár, ahonnan kiszállottak kalandos hadakra, és érzem a levegő ízéből, mikor megjöttek a vad magyarok, az itáliai, a német, a francia, sőt a spanyol hadjáratokból, és felhasított az itthon maradtak rivalgása, mikor megjöttek a hősök, néha évekig tart odalét után, és megrohanták őket az itthon maradottak, és leszették a lóról a bátrak. Hányan jöttek meg, kik maradtak oda? A templom történetét Lakatos Mihályné mesélte el nekünk. A templom a 11. században épült. Szűz Mária tiszteletére épített katolikus monostor. Eredeti állapotában vannak meg a falak és az észak felé néző két ablak. A falak vastagsága 1,5 méter és terméskőből van. A terméskövet anno annak idején Bodrogszerdahelyről szállították valamiféle eszközökkel, nem tudni mivel. És a katolikus templom volt tehát bizonyítandó, nem csak az abszis, hanem a fal részen látható freskó töredékek, amiket egy picikét lehet még látni. Sajnos az idő folyamán ezt nem vették figyelembe, és ezek ugye eltűntek. Állítólag a idősek meséi szerint itt az abszisban a 12 apostolt lehetett annak idején látni. Hajós templom volt. Ha pilléreknek a helyét meg lehet még látni a szőnyegek alatt, tehát picit felhagyjuk a szőnyegeket, azt az 1847-es földrengés alkalmával mentek tökre, és utána bontották le ezeket az oszlopokat. 1067-es századi alapító levélben már szó esik róla, és 1092-ben bizonyítandó, hogy ez a templom már állt, hogy itt tartotta a Szent László királyunk az első zsinatot, és itt született meg az első törvénykönyve, amit azóta is ismerünk, használunk. Nem olyan régen lapozgattam fel én is, éppen amiatt, hogy a templomba járással kapcsolatban, meg a hitélettel kapcsolatban milyen meghagyásai voltak. A királyunknak volt a templomnak, 1900-ban a vár felőli részén volt a torony, és 1944-ben a visszavonuló németek felrobbantották, úgyhogy utána nem épült vissza. Az 1700-as években ide felvidékről magyar nemesek telepedtek be, és
és azoknak a családjai, és így alakult az, hogy református lett inkább a település, vagy reformátussá vált a település. Élő gyülekezet van, igaz, hogy nem sokan vannak már, mert a település maga 350-356 körüli lakossággal rendelkezik, és ennek nagy része már magam korabeli, tehát nagyon sokan vagyunk nyugdíjasok. Gyerek nem sok van, de van egy óvodák, az iskolások átjárnak Tokajba vagy Rakamazra, és a gyülekezet az vasárnaponként itt a Isten tiszteletet végig. Honfoglaláskor az egyik legnagyobb városa volt a településnek, tehát városi jellegű volt, amit már most teljesen elfelejtenek, meg hát ahogy nagyon sokan nem is tudják, tényleg, hogy egyáltalán létezik ez a falu, meg hogy nem a megyéről kapta a nevét, hanem a megye kapta a településről a nevét, ugye ez egy érdekes dolog. Sokan még most se tudják, hogy mi az, hogy Szabolcs, mert azonosítják a megyével. Yeah.